ha nem változunk meg és tanulunk meg újra bízni egymásban. Csak idő kérdése, hogy darabokra tépjük egymást. Én nem szeretném, hogy ilyen világban kelljen élned. Hiszek benne, hogy kumandraiak lehetünk. Újra. De meg kell tenni az első lépést. Szép beszéd, Benja törzsfő! Valójában miért hívtál ide? Ki akarsz rabolni? Miért kéne kirabolnia? Szívnek már amúgy is megvan mindenek. Jó, könnyű kumandra nagyságáról papolni, amikor nálatok van a legerősebb fegyver. Ebben itt az áll, hogy miután a nagy Sisu elsöpörte az összes drónt, beleesett a vízbe és elsodorta az áramlat. A legendák szerint most a folyó végénél szunnyad. De melyik folyó az? Hiszen több száz van. Azt nem tudom. De ha meg tudnánk találni, gondolj csak bele! Újra élne köztünk egy sárkány. Annyival jobb lehetne minden. Sárkány ékhő darabokat lopdosunk. Miért? Mit is mondhatnék? Az ékszer nálam kényszer. Beismerem, Ryan. Nemrég még azt hittem kőszobor vagy, aztán valaki ellopta agyar sárkány tekercsét. Ó, akkor emiatt üldözöl engem. Én meg már azt hittem, hogy kezdtél hiányolni. Szóval, tényleg Sisu után kutatsz? Jaj, nőj már fel! Igen, ami azt illeti, tényleg Sisut kerestem. Ó, és képzeld csak, meg is találtam. Köszönj neki, Sisu! Szia! Igazán örvendek. És tetszik a hajad, meg a cicád bundája. Oké, okay, kihéhes! Én igen! Két napi ajánlat, milyen csípősen kéritek, kicsit, nagyon vagy BUM! Tűzokádó módra! Hey. Nem tánkháj vagyok, hanem csáj, a virágos. Jöjjön, drága, tánkháj törzsfő ott van pont a város határánál, a kapukon túl. Piranha törzsfő, itt már nincs több hely. Muszáj terjeszkednünk a kontinensen. És mit javasol, mi legyen a drónokkal, átitálja tábornok? Kellő védelem nélkül egy ilyen lépés halálos ítéletlen. Ezt mind úgy hoztuk létre, hogy végig az eszünkre hallgattunk, nem az érzelmeinkre. Biztonságban vagyunk. Nem lenne bölcs dolog feleslegesen kockáztatnunk. Szólj, hogy ne vállaljak gyereket! Embernek lenni nehéz. Igen. Kicsike a fejetek, nincs farkatok. Hazudtok a céljaitokért, mint a karombeli törzsfő. Hát a világ romokban hever, nem bízhatunk senkiben. Vagy pont azért hever romokban, mert soha nem bíztak senkiben. Érdemes próbálkozni. Meg is tettem. És tudod, mi történt? Hátba rúgott valaki, aki ajándékot adott nekem. Megmondja, miért nem jött vissza több sárkány. Azért, mert az emberek nem érdemlik meg. De... Nem vagyok magányos, gerincbeli harcos vagyok. Születésemtől fogva egy dologra neveltek, hogy félelmet keltsek, és szétszúzzam ellenfeleim koponyáját. Ez igazából két dolog. Hogy így megbíztak bennem, azt tett engem mindennél elszántabbá. Ez megtörténhet Namárival is. De mit is mondhatnék Namárinak azok után, ami történt? Talán lehetetlen, de muszáj megtennünk az első lépést, még ha nem is állunk készen. Higgy nekem.